német kéren nőttem fel, egy cigány család egyetlen gyermekeként. Pici korom óta pedagógusnak készültem, bár a szüleim nem annak szántak. Egész életem során úgy gondoltam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, így nem volt kérdés a középiskola befejezése után, hogy tanítóképzőbe jelentkezem. Valahogy a természetes közegem az mindig az volt, amikor a gyerekek vettek körül. Németként mindig kiemelkedő volt a középiskolát és egyetemet végzett tanulóiról, úgyhogy számomra nem volt kérdés, hogy tovább tanulok. A családomban én vagyok az első diplomás, úgyhogy a diplomaosztóm egy olyan mérföldkő volt a családom életében, hogy azóta már két unokaöcsém is főiskolán tanul. Jó motiváció voltam számukra, hogyha nekem sikerült, akkor nekik is. Ők akkor még gyerekek voltak, picik, de azt gondolom, hogy jó példa lehettem számukra is, hogy közülünk is kerülhetnek ki értelmiségi emberek. Én mindig törekedtem arra, hogy amiben belekezdek, abban eredményes legyek. Mindig próbáltam mindenből a maximumot kihozni, és kellő optimizmussal hozzáállni mindenhez. Tehát olyan opció nem volt nálam, hogy ez nem fog sikerülni. Próbálom a saját gyermekemet és a tanítványaimat is erre nevelni. Hogyha hisznek magukban, akkor azt gondolom, hogy nincs olyan akadály, amit valahogy ne lehetne leküzdeni. Amíg otthon a családokban, ha szerencséjük van, és a közmunkaprogramban tudnak dolgozni, az 53 ezer forint. De addig, ameddig vannak olyan területek az országban, ahol nincs vezetékes víz, ahol nincs áram, nincs internet lefedettség, addig hatalmas hátránnyal küzdenek gyermekek, és függetlenül attól, hogy ő most milyen származású. Meglepődést éreztem. A kisfiam volt velem akkor, és azt mondta, hogy anya, nagyon büszke vagyok rád, úgyhogy utána azt éreztem, hogy ez hatalmas elismerés a munkámnak.